A megmozdulás célja, hogy a nők közelebbről is megismerkedhessenek a dullasággal, a hozzájuk legközelebb álló dullával, ezáltal pedig a szüléstámogatás ősi mintájával és annak modernkori lehetőségeivel is. Vajdaságban jelenleg 20 dúla van. Egyelőre a kórházba bejutás hivatalos útjai még nincsenek kijárva. Ennek az a legfőbb oka, hogy még nem vagyunk itt annyi ideje, hogy ennek a lehetőségeit megtaláltuk volna, illetve még nincs elegendő számú dúla ahhoz, hogy ez valósággal váljon. Illetve, hogy visszakanyarodnék arra, hogy miért fontos tudni rólunk, kell az is, hogy tudjanak a nők arról, hogy van egy ilyen fajta támogatás is, mint amit a dúla tud nyújtani, és hogy igény formálódjon rá. Tehát mi tulajdonképpen egy igényformálásban vagyunk most. Az elmúlt 3 évet mondhatjuk aktívabbnak, úgy a jelenléttel, mint a programoknak a szervezésével. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jövőben mindenképpen meg fog valósulni az is, hogy a szülőszobán is ott lehessünk az anya mellett. Bemutattak egy angol dokumentumfilmet, amely 3 szülés támogató dúla munkáját mutatja be 3 szülésen keresztül. A dúlák elsősorban érzelmi támaszt nyújtanak a nőknek és partnerüknek a terhesség ideje alatt. Segítenek felkészíteni őket a szülésre, és ott vannak mellettük a szülés ideje alatt. Sőt, azután is, amikor a kismamák a legérzékenyebbek. A Vajdasági Donadulák Szövetsége március 31-én Zentán szervez összejövetelt a Babamama klubbal közösen.